Jó estét kívánok mindenkinek, ez így oké. És a mai témánk így szilveszter után nem sokkal mi lehetne más, mint a fogyókúra, mert hogy ezt nagyon sokan fogadják meg, méghozzá egy amerikai kutatás szerint szilveszterkor az emberek 50%-a arra tesz fogadalmat, hogy többet fog sportolni, 50%-a arra, hogy egészségesebben fog étkezni, 40%-a pedig kifejezetten arra, hogy fogyni fog. Jó, hát ezeket a százalékokat most összeadjuk, akkor ki fog derülni, hogy ez 100% fölött van, de természetesen vannak átfedések. De hogy mi a jó fogyókúra, hogy kell-e egyáltalán fogyókúrázni, ezt fogjuk megbeszélni Németh Dorottyával, szervusz. Szia. És dr. Tóth Tamással, szervusz. Sziasztok. Azt gondolom, hogy a fogyókúra azt szerintem az egyik leggyakoribb szilveszteri fogadalom lehet, de úgy a fogadalmaink között is az első két helyen szerepel, talán a dohányzásról való leszokás és a fogyókúrázni fogok. Ti is így látjátok? Én így látom, és örülök is neki, hiszen fogyókúrás orvos vagyok. Ez így rendben van, de egyébként a perspektívával közelítjük meg a dolgot, akkor egyébként is rendben van, mert ez egyik legnagyobb egészségügyi probléma a világon, a túlsúly. Tehát szerintem az, hogy megfogadják az emberek, az vegyük úgy, hogy az a nulladik lépés a siker irányába, vagy az első. Én szeretem, amikor elhatározzák magukat, az még jobban, amikor ez nem csak elhatározás marad, hanem nem egy tiszavirág életű dolog, hanem ki is tart, mondjuk. Mi a túlsúly? Tehát, hogy mi ez a túlsúly, amikor én azt mondom, hogy megállok a tükör előtt, és megfogom valamit, és azt mondom, hogy oh, úristen, hát ez itt lötyög, ez nem feszes, nekem le kell adnom 10 kilót, vagy azért ennek van egy tollig, amit túlsúlynak veszünk, tehát, hogyha mondjuk nem pont annyi vagyok, mint amennyi a centiméterből adódóan lennem kéne. Hát itt ül a profi, aki meg tudja ezt határozni szakszerűen. Gondolkodnom kell. Időt kérek. Hát a túlsúlyra vannak különféle definíciók. Itt a derék körfogattól kezdve a BMI-ig bezárólag egy csomó minden. Én leginkább azt szeretem, amikor műszerrel valakit megmérünk és megnézzük, hogy hány kiló zsír van rajta, és vannak statisztikák, ez korra, nemre, magasságra, előéletre, és itt az előéletben a betegségeket értem, tehát betegségtörténetre vonatkoztatva azért mozog egy bizonyos skálán. Tehát nem lehet azt mondani, hogy akin van 3 kiló fölösleg, az túlsúlyos, mert hogy egyébként mi ez is viszonyítjuk ezt, de ha a BMI-t a legegyszerűbbet veszünk, mert az mindenki otthon ki tudja számolni, akár fejbe, akár az interneten megnézi, akkor a nőknél, férfiaknál a 24-25-ös BMI fölött már azt mondjuk, hogy az túlsúly, és 30 fölött pedig úgy tekintjük, hogy az kövér. Nyilván nem igaz mindenkire, mert ha most sportolókat tekintünk, vesszük a bodybuildereket, akkor a borzasztóan nagy izomtömeg az nyilván felviszi a BMI-t, de nagyjából egy kapaszkodónak ez jó. Nekem például egyébként, amikor elmegyek egy ilyen testösszetételmérésre, vannak tök jó ilyen gépek, ami megmutatja a test összetételünket. Én egyébként nem mérlegellenes vagyok, tehát én mindenkinek azt szoktam javasolni, hogy dobja ki, verje széték a lapáccsal, adja oda a szomszédnak, ne álljon mérlegre. De körülbelül a 8. szempont az, hogy a mérlege hány kiló, szóval én az egyetértek. De hogy tökre nem ad valós, tehát mutat egy számot, és tök rossz blokkokat rakhat nőknek a fejbe, akik minden nap méregetik, hogy úristen, már megint fél kilóval több, most fogytam 2 kilót egy nap alatt, tehát hogy szerintem nagyon téves, mert ugye ez nem mutatja meg a test összetételünket, hogy az a súly, az miből áll, mennyi abból a víz. Egy ilyen test összetételmérés, az pontosan mutatja a testzsírszázalékunkat, mennyi a víz, mennyi a minőségi izomtömegünk. Nekem egyébként azt szokta ez a gép javasolni, hogy gyorsan fogyjak izomzatból, mert én túl izomos vagyok, tehát hogy én pont ez a kategória vagyok, akit tudom. De mondok meg egy példát, ugye mindenki megfogja, hogy elkezd sportolni, és ugye elkezdődött a mérlegelni, és tök sokszor belefutottam abba, hogy mondjuk a vendégeim azt mondják, hogy úristen, gyorsan abbagyom az edzést, mert híztam, amióta a sportolok, és hát ugye nyilván, aki nem használja izomzatát, majd elkezd edzeni, feltöltődnek az izmok, fogja a vizet, magasabb lesz a súlya, mint amikor elindul, és van olyan típus, aki azt mondja, hogy úristen, én olyan gyorsan izmosodom, emiatt nem járok edzésre, mert hogy nő a súlyom. Közben pedig pont ezt egy testösszetételmérő gép, azt meg tudja mutatni, hogy minőségileg változott a testösszetétel, tehát hogy tónusosabb feltöltöttek az izmok. Hadd mondjak erre valamit. A köztudat abban a tévhitben él, hogy a fogyás az a súlycsökkenés. A hízás meg a súlygyarapodás. Ez semmilyen összefüggésben nem áll egymással. Tehát ez nem igaz. A fogyás az a zsírtömegnek a csökkenése, a hízás meg a zsírtömegnek a növekedése. Tehát ha valakit, nem tudom, levágja a haját, kitépi az orrszőrét és levágja a körmét, és lemegy 20 deka, senki nem gondolja azt, hogy fogyott. És akkor mondhatok erre 1000 példát, szürreálisakat is, meg valósakat is. Tehát vegyük egy ivarérett nőt, aki menstruál,
a menstruáció előtt feljön 2 liter víz, a menstruáció előtt 5-6 napban köze nincs a hízáshoz. Igen. És azt érzik is a nők egyébként, hogy vizesednek, de a nők 74% az elkeseredik attól, hogy hízik. De ez nem igaz. Feljön a víz, aztán meg lemegy. A menstruáció első 2-3 napjában lemegy a víz, és akkor meg nem fogyott. Tehát ez csak a víz. És akkor viszont annak örül, hogy akkor Jézus, igen. Le is fogytam. És az ovulációkor az ugyanígy van, szóval önmagában mérlegbe, vagy a mérlegre hagyatkozni, meg a mérlegbe kapaszkodni, az súlyos tévedés. Főleg abban a korban, amikor ez a testkultúra, meg a testre való fókuszálás az oly mértékben erős, hogy még sose volt ilyen. Tehát ez alapján elkeseredni, vagy felvidámodni teljesen ostobaság. Tehát én mindenkit lebeszélek arról, értelemszerűen, ha 15 kilóval többet mutat a mérleg december 1-hez képest február 6-án, akkor arra nem mondjuk azt, hogy jön a menstruáció, vagy megnőtt a hajam, mert az nem igaz, de hogy nem az a referenciapont. Mégis az én gyanúm, hogy a magyar társadalom fogyni vágyó többsége ezt mégis otthon a tükörnél oldja meg, belenéz a telefonjába, ránéz egy fotóra, hogy én ilyen szeretnék lenni. Az sokkal jobb, mint majd a belenéz a tükörbe, és azt mondja, hogy Jézus Isten, hogy nézek ki én ehhez képest. Igen, csak azt gondolom, hogy amikor ő ránéz egy fotóra, akkor nem biztos, hogy az ő testalkatának, típusának megfelelő. Már a saját nézi. Fotójára? Ugye nem a saját, nem, nem valakire az is. Tehát a közösségsel, photoshopot, modellfotókra. Így van, azt mondja, hogy jön ki a tengerből, Gizi, azt mondja, hogy nézek én ki Gizihez képest, borzalom. Nekem fogynom kell. És így indul neki a fogyásnak, és nem feltétlenül úgy, hogy megnézi a testzsír százalékát, vagy megnézi azt, hogy ő egy izmosabb típus. Ennél szerintem egyen rosszabb, mert szerintem az nem rossz, hogyha valaki motivációt nyer abból, hogy hú, tök jól néz ki, változtatnom kell. Szerintem persze nagyon káros tud lenni, hogyha elkezdjük magunkat máshoz hasonlítani, meg erre szerintem egy külön téma, hogy a közösségi médiának mennyire káros ez a hatása, amikor pörgetjük és látjuk a sok tökéletes, a szerkesztett, pózolt képet, mennyire nem reális. De én szerintem a legnagyobb probléma az, hogy nem azt kezdi el ilyenkor nézni, hogy az ő testének mire van szüksége, hanem az, hogy vajon ő mit csinál ahhoz, hogy így nézzen ki, és azt a diétát, azt a módszert erőlteti magára, ami neki bevált, és nem azt nézi, hogy ő hogy van. Tehát én szerintem a legelső lépés annak kéne lenni, hogy elmegy valaki egy orvoshoz, egy alapos egészségügyi szűrésre, de komolyan, és tisztában van azzal, hogy hogy van, hogy milyen az anyagcseréje, vagy milyen a hormonális állapota, és utána annak megfelelően kezd el magának valamilyen étrendet kialakítani, vagy szakember segítségével, vagy ma már azért tök jól lehet tájékozódni az interneten. Tehát szerintem az a rossz, hogy mondjuk én most fogytam 30 kilót a gyerekeim után, helyre raktuk a hiperinzulinémiámat, és tök sokan azt várják, hogy mondd el, hogy te pontosan hogy ettél, mert én úgy akarok enni. Az, ami nekem most jó volt, egy mikrobiom borulás után, tehát hogy nekem tök összetett az egész, az valakinek nem, az a másiknak biztos, hogy nem lesz jó, lehet, hogy jó lesz, de nem mindenkinek. Tehát szerintem ez a legfontosabb, hogy amikor így látok valakit, hogy hú, most mennyit fogyott, akkor ne azt kezdjem el nézni, hogy ő mit csinált, hanem azt kezdjem el vizsgálni, hogy az én testem milyen állapotban van, és én nekem mire van szükségem. Én lehet, hogy nincs igazam, de én azt is gondolom, hogy nem is azt kezdi el vizsgálni, hogy te mit csináltál, hanem pont ez, hogy rákeres az interneten, hogy lehet a leggyorsabban lefogyni. És szerintem ez a kettő összefügg, tehát igen, és akkor meglátják, nem tudom, hogy kicsodát, aki leadott 18 kilót, ami lehet, hogy nem is igaz, meg lehet, hogy az 2 percig tudta tartani. Ezért zárójelben megjegyezném, lefogyni iszonyatosan sokan lefogytak. Mind, valaki 20-szor. Nem lefogyni nehéz, lemaradni. Tehát nem arról beszélünk, hogy és akkor lefogyok, én bárkit lefogyasztok, pikpak, tehát nem, az nem érdekes. Lemaradni nehéz, az meg onnan kezdődik, hogy az ember belevág a fogyókúrába. És többek között azon múlik, amit a Dorottya mondott, hogyha én most megnézem azt, hogy nem mondjuk neveket, akárki ezzel a tablettával, azzal a módszerrel, azzal az edzővel, azzal nem tudom, lefogyott, és ez körülbelül olyan, mint azt mondanám, hogy itt van ez a fehérjék, tök jól áll nekem. Dorottya, hordjam át egy ilyen fehérjéket, meg ívre, te is hol? Mert akkor mindenkinek jól áll ez a fehérjék. Pont ez a méret. Na jó, de ez nagyon, nem sokat, igaz. Nagyon sokat lehet arról hallani, és nekem is van még az ismerősi körömben is, az úgynevezett ezek a tablettás fogyók. Tehát, hogy szinte mindig kijön egy új tabletta, amit beszedsz, elveszi az étvágyat, bomlasztja a zsírt, még el is mondják a reklámban, hogy ez szinte lövi a zsír molekulákat. Örök élet, gazdagság, gyönyörű csillogó szemek. Figyelj, én azt mondom, hogy előbb-utóbb mindenki megtanulja a legrosszabb esetben a saját bőrén, hogy nincs ilyen, tehát nincsenek csodadiéták, nincsenek kiskapuk, hogyha valaki le akar fogyni, és ezt tartani akarja, akkor azért igenis tenni kell, és változtatni kell. Tehát, hogy
Igen, csak azt gondolom észre, hogy a mostani világunkban, hogy azért egyre kevésbé akarunk tenni ezekért a dolgokért. Én meg azt látom, hogy szerintem meg egyre tudatosabbak az emberek, mert pont amiatt, hogy ugye most már itt a közösségi médiumból egy sok információt látunk, sok ellenpéldát látunk, tehát hogy elég sokszor látjuk azt, például én ezért vállaltam fel az én kálváriámat, hogy mindenkit elrettentsek a nulla szénhidrátozástól, meg a gyorsfogyást ígérő tisztítókúráktól, meg minden ilyentől, mert velem ez például fitnessversenyzőként, tinédzserkoromban a legagyamentebb diétát csináltatták végig, és amíg én nem végeztem el a testnevelési egyetemet, és nem tanultam meg az emberi szervezet működését nagyjából, addig nekem is az volt az elsődleges, hogy én fitnessvilágbajnok legyek, kockás legyen a hasam, de az, hogy ezzel én mit okozok, vagy ezt milyen úton érem el, és az jót tesz-e hosszú távon a testemnek, azzal én sem foglalkoztam. Tehát, hogy de ezzel is... szerintem a mai 20 évesek se foglalkoznak. De szerintem meg azáltal. Igen, egyébként nekem nagyon sok ilyen 16-17 éves csajszi keres meg, hogy ő ezt hogy tudja jól csinálni. Tehát szerintem azzal, de hogy ők, ilyen... ők már fitnesseznek, vagy effektíve csak túlsúlyosak, akik szeretnének... Jól enni, és jól lenni, és akár ilyen prevenciós szempontból megelőzni azt, hogy mondjuk nehogy később kialakuljon egy anyagcsere probléma. Tehát én azt látom, de lehet, hogy tök jó fej a követőbázisom, hogy azért tudatosabbak már az emberek, mint mondjuk egy pár évvel ezelőtt. Igen? Szerintem is. Ugye nyilván azt még nem vett közte le a társadalom, hogyha egy celeb vagy egy influencer az azt mondja, most mindegy, hogy milyen okból, ezt én nem is minősíteném, hogy ezzel a tablettával ő nagyon sokat fogyott, vagy azzal a módszerrel rendkívül jó állapotba került, azért erre még mindig ugranak, de részben a social media, részben meg az eltelt idő, az elkezdi most már szelektálni a nagyon nagy kóklásségeket, kicsik vannak, de azért tisztul a levegő, meg tisztul a piac, vagy tisztul ez a tudat. Én is ezt tapasztalom. Nem gyors, de jó irányba haladunk. Plusz azt gondolom, hogy ez az anyagcserezavar, meg pajzsmirigy probléma, ez már tényleg sajnos népbetegség, ami igazából belekényszeríti az embert. Tehát, hogy szerintem mindenkinek az ismeretségi körében van minimum egy inzulinrezisztens, egy pajzsmirigy alulműködés, egy PCO, és emiatt talán egy kicsit jobban meg is ijednek az emberek. Igen, csak én meg közben, ahogy olvasom a sajtót, nézem a híreket, azért minden héten elém kerül egy újfajta diéta. Valaki a ketogén diétára esküszik, valaki azt mondja, hogy ő nem vízbe szilárd ételt magába. Ilyen ismerősöm is van, mert ő úgy, hogy fényevő folyadék, csak folyadékot viszek be. Lébőjtön tartom magamat hetekig. Emlékeztek rá még, hát hogyha természetesen nem, de tehát a 90-es években. De kedves, 42 évesen te biztos nem emlékszel. Azt hittem, hogy én emlékszem. Szóval azért a 90-es években tele volt olyan óriás plakátokkal az ország, ami azt hirdette, hogy 2,5 hét alatt felsőfokú angol, 4 hét alatt felsőfokú görög, és most láttok, nem. Tehát hogy kikopott, tehát ezek a nagyon szürreális, nagyon, nagyon hihetetlen dolgok, lehet, hogy akkor elment egy csomó ember, hogy megpróbálta, és keresett rajta az a cég egy rakat pénzt, de nem reális. 2,5 hét alatt nem lehet, meg a 8-7-es hajót, amit nem tudom, és akkor mindenki visszatért oda, hogy kell megtanulni angolul, meg görögül. Szerintem ez irányba megyünk mi is, hogy tényleg vannak még, meg megjelennek címlapok, meg van, aki pár millió forintért elvállalja, hogy azt mondja, de szerintem azért kezd már azokat a szavakat, amiket most Dorottya használt, azt szerintem mondjuk 3 évvel ezelőtt szinte még csak orvosok használták, hogy PCO, meg hiperinzulinémia, meg ilyenek. Tehát kezd ezt penetrálni. Szerintem ez a fajta ismeret. Illetve az, amit te mondasz, hogy nagyon sok irányzat van, szerintem ez egyébként ez nem feltétlenül rossz, mert szerintem az a fontos, hogy mindenki ismerje meg a testet, és úgy egyen, ami neki jó. Tehát én nem mondom azt, hogy mondjuk a ketogén diéta az rossz, vagy a vegánság az rossz, vagy a vegetarizmus rossz, de azt sem tudom mondani, hogy mindenkinek vegánnak kéne lenni. Tehát szerintem tök jó, hogy elkezdik emberek kipróbálni ezeket a módszereket, és ha tényleg van egy orvosi háttér, ami mondjuk ezt így támogatja, meg elősegíti, hogy valóban neki mi a legjobb, akkor szerintem ez a tartható életmód szerű diétázás, hogy azt a módszert tartod, ami neked életmódszerűen nem megterhelő. Tehát szerintem az a legrosszabb, amikor valaki egy előír diétát, amit mondjuk pár hétig lehet tartani, azt magára húzza, de hát nyilván egy idő után nem fogja tudni tartani. Tehát, hogy szerintem egy ilyen pöcre kiszámolt, megír diétát, azt
senki nem gondolja, hogy ezt hosszú távon tartani fogja. Persze. Tehát, hogy szerintem ez tök fontos, hogy aki például undorodik a hústól, vagy mondjuk azt hiszi észre, hogy az emésztésének nem tesz jót, mert belassítja, mert puffatől, az nyugodtan próbáljon ki mondjuk egy vegetáriánus, egy olyat, hogy mondjuk csak halat eszik, vagy más állati eredet felé, esetleg a növényfehérjét. Tehát, hogy szerintem ez nem gond, hogy... Amiben mennyire vagyunk tudatosak, hogy ezt nem magunktól próbáljuk otthon kitalálni, hogy mi a jó a testünknek. Ebben még kevésbé. Igen. Szerintem ebben kevésbé. Tehát még mindenki azt gondolja, hogy Dr. Google, beütöm, letöltöm. Hogy... Nem. Tehát én most nem azt mondom, hogy magunk felé hajlik a kezünk, és ezért mondjuk, ehhez azért kell érteni, ennek kell olyan háttér. Sőt, a rossz hírem, vagy jó hírem, nem is tudom, az, hogy az én pacientúrámban, meg az én tapasztalatom alapján már az is ritka, hogy egy módszerrel végig lehet csinálni egy fogyókúrát, és most nem arról beszélek, hogy 3 kilót kell leadni, mert az lehet, hogy megy egy módszerrel. Az átlagos túlsúly, amivel valaki fogyókúrázni kezd, egyébként az olyan 10 kiló körül van, 10 kiló fölösleg körül van. Tehát az veri ki a biztosítékot, és az motivál már. Ott már valószínűleg 2, notabene 3 módszer kell, és nem csak azért, mert nem biztos, hogy eltaláljuk előre, hogy mi az, ami neki passzol, hanem azért, mert a szervezet, az nem egy robot. Tehát ez a együnk kevesebbet, mozogjunk többet, az már 1985-ben se volt aktuális. És ugye egy csomóan így állnak hozzá, fogyuk, micsoda, együnk kevesebbet, falra mászok ezektől a mondatoktól. Egyrészt azért, mert nem azt csináljuk, hogy jön a robotember, és akkor potmétereket átállítunk, és akkor működik. Másrészt meg tényleg nem csak rövid távon kell itt gondolkozni, sőt, ostobaság rövid távon gondolkozni. Azt szokták mondani, hogy a fogyókúra hizlal, az életmódváltás meg fogyaszt. Ez 10-ből 9-szer bejön. Aki csak arra gondol, hogy fogyókúrázni fog, az felállít magának egy 2-3 hónapos periódus, vagy 5-5 vagy 8-at, és az, amit most a Dorottya mondott, hogy leírjuk gramra a szénhidrátot, a zsírt, a kalóriát, a kutyafülét, és majd azt követjük, hát ez most szólok mindenkinek, ez hosszú távon senkinek nem fog sikerülni. Életmódot váltani az úgy kell, hogy elindultunk innen, volt egy ilyen metódus, ahogy táplálkoztunk, mozogtunk, lementünk ide, és akkor valahol a kettő között, tehát ide nyilván nem térhetünk vissza, mert az hizlal a terméket. Itt nyilván nem maradhatunk, mert ez fogyaszt, és valahova ide kell beállítani. Ez a folyamat, ez az átmeneti folyamat a nagyon nehéz része, ez a könnyebb, bármennyire bizarr és perverz. Tehát a lefogyás része az könnyebb. Abszolút, igen. Mindig azt szokták mondani, hogy a fogyás nem megy mozgás nélkül. De azért néha tehát én azért inkább azt látom, hogy nagyon sokan vannak azok, akik viszont meg akarják-e spórolni ezt a mozgást. Tehát, hogy azért nyúlnak a tabletta fele, azért nyúlnak ilyen nagyon drasztikus fogyókúrák fele, mert... Én ezt nem mondom, hogy nem megy mozgás nélkül. A megtartás nem megy mozgás nélkül. A mozgás az zseniális, nagyon jól kell adagolni a fogyáshoz, sokkal érdemesebb mozgással fogyni, mint mozgás nélkül, de most mondom a legbanálisabb példát, de tudok ezret mondani, tehát ha valaki 160 kilósan nekiáll sportolni, akkor úgy rogy össze a rendszer, hogy nézni rossz, és én mivel ezt a testcsőszetétel vizsgálatot ezt rendszeresen végzem, annyira érzékeny a szervezet a fogyókúra elején a mozgásra, hogy így bomlik el az izom. És az izom a legnagyobb alkotóeleme a kazánnak, ami elégeti a zsírt. Azt gondolom, az elején, a fogyókúra elején nagyon-nagyon ritkán tesz hozzá. És itt az eleje az, hogy most 1 hét vagy 3 hét, azt én nem tudom megmondani, de azt lehet úgy. És úgy szépen be kell építeni, és mikor meg kell tartani, ott kell eljutni oda, hogy az ember már a saját kapacitásaihoz, testi adottságaihoz, anatómiájához és a fizetéséhez és a munkájához képest valami fajta mozgást végez, mert én olyat még nem láttam, hogy valaki megtartja a súlyát mozgás nélkül. Olyat már láttam, hogy lefogy. Nem biztos, hogy jó egyébként, nem is, hogy megéri, tehát szerintem ne úgy, de a megtartás az lehetetlen. De akkor ez egy nagyon jó példa, ez a kazán, mert hogy a kazánt is ugye lassan kell felfűteni, tehát nem az van, hogy általában, hogy bedobjuk a fákat és ráöntjük a benzint és bum, hanem hogy először szépen kisláng, és akkor majd azt kezdjük el megpakolgatni. Tudjátok, hogy hol távozik a zsír az emberi szervezetből? Ezt feltettem a páciensemnek ezt a kérdést 500-szor, egy válaszoltam. Hol távozik? Ez a tök egyszerű kérdés. Hol távozik az emberi szervezetből a zsír? Valami sokkal egyszerűbb és jobb a fájdalom. Mondjatok valamit. A legtriviálisabbat mondom, ezt az a pórusainkon. Igen? Dorottya, te tudod? Tudjad, én... Dorottya, te mit tippelsz? Kilélegezzük. Hogy?
Kettő. Három. Meg némileg a pisi, ugye, mert a hidrogén égéséből víz lesz, a szén égéséből meg széndioxid. Tehát amikor azt mondjuk, hogy ég a zsír, az tényleg ég, csak szabályozottan, tehát nem lángol ég, és az égésből meg füst lesz. És a zsírégetés, mint olyan, az kazánban történik. Ezért mondtam ezt a szimbólumot az előbb, és a kazán az elsősorban a belső szervekből, meg az izomzatból áll, a belső szerveink tömege az adott, tehát az nem változik, se föl, se le. Az izomzat meg minden további nélkül, de ezt úgy kell elképzelni, hogy kilószámra, néhány hét alatt. Tehát úgy megy fel 2 kiló izom, és úgy megy el 2 kiló, és az rengeteg. Az a kazánnak a fő része. Tehát ha valaki nem gondozza az izomzatát, és ezért mondom azt, hogy lehet, csak nem érdemes ennélkül fogyókor, ez nem gondozza az izomzatát, és nem áll hozzá jól, akkor a saját kazánját teszi tönkre. A jojó effektusnak az esetek 80%-ában ez az oka. Amit még szerintem tegyünk tisztába, bocsánat, mindig a szabadban. Nem, nyugodtan. Az edzéssel kapcsolatos, és szerintem ez is egy ilyen nagyon klasszikus tévhit, amivel én azt gondolom mindig, hogy ezt nem lehet már elégszer elmondani, mert tök elcsépel, de még a mai napig kapok üzeneteket, ez a lokális zsírégetés, ez az én csak a szeretnék a hasamról fogyni. Mondjál nekem olyan hasgyakorlatot, hogy mivel megy le. A mellem az maradjon meg szeretem, hogy van csípőm, de csak a hasamból azt a cucit. És szerintem ez tök fontos kihangsúlyozni, hogy ilyen lokális zsírégetés nem létezik, és olyan gyakorlat sem létezik. Előfordulhat az, hogy annyi rossz diétát végzünk el, hogy tönkre tesszük magunkat, és nem tudunk másokkal tenni, mert lefordulok én. Nincsen közepes diéta. Nincsen közepes fogyás. Vagy jó van, vagy rossz. A rossz az az, hogy az ember lefogy, már nevezzük fogyásnak, lesúgy csökken 8 kilót, és visszaszed 12-t. Ugye ez a klasszikus. Egyszer viccből elkezdtük számolni az egyik kollégámmal, egy orvos barátommal, ez nem biztos, hogy igazunk van, csak vegyétek úgy, hogy demonstrálni szeretnék. Most Magyarországon nagyon sok millió túlsúlyos van. Tehát 5-6, mártán a fölé is megy a túlsúlyosok szám, és ebbe beleértve a plusz 1 kilót, meg a plusz 50 kilót is. Ha nem lettek volna fogyókúrák, és valószínűleg most csak 2,5 millió lenne. Tehát a fogyókúrák azok, amik nem jók, azok hizlalnak. Én azért jelentkeztem, mert ugye én 11 éves voltam, amikor életem első csirkeris diétáját a kezembe nyomták, hát gondoljátok, hogy reagáltam rá. Tiltakozott minden. Hány éves voltál? 11. Uh-huh. 11, és hozzátartozik, hogy nagyon akcelerált lány vagyok, tehát nekem 9 évesen jött meg a menzeszem, úgyhogy így beindultak a nőiesedési folyamatok. Tökre kilógtam alapjáraton a korosztályomból, de hát ugye kellett a fitness verseny az, hogy nem voltam pufi, csak nőjesebb voltam, mint a korosztályom. És én végig diétáztam a tínédzser koromat, de úgy, hogy versenyszezon, nem versenyszezon. Egyáltalán nem életmódszerűen, hanem én a 10 kilókkal így zsonglorkodtam. És amikor abba hagytam az élsportot, akkor feljött rám 30 kiló, így, 6 hét alatt. Azt még vissza is tornáztam szépen egy másfél év alatt, világbajnok lettem újra, majd utána kialakítottam egy életmódot, amit már tényleg 8 évig nagyon szépen tudtam tartani. Aztán minden oké, túl vagyok rajta, majd jött az első kisfiam, és a terhességi cukorbetegség. És nálam nagy valószínűséggel azért alakult ki, mert az egész életemet végig jójóztam, és én valószínűleg megágyaztam ennek az anyagcsere zavarnak, amit a várandóság, ami alapjáraton egy ilyen inzulinrezisztens állapot ugye a nőknél, és hétről hétre egyre rosszabb lesz mindenkinek, nálam ez kihozta, és nálam ez maradt is, és ebből maradt a hiperinzulinémia, amivel most már egy abszolút megtanultam együtt élni, de valószínűleg, hogyha én nem csinálom ezt a nagyon sok diétázást, nulla szénhidrátozást, és sokkal okosabban csináltatják velem az edzőim fiatalkoromban, akkor nagy valószínűségem, mivel a családomban nincsen se cukorbeteg, se semmilyen anyagcsere zavarra közül, valószínűleg nálam ez nem jött volna ki. Egyébként van ilyen, hogy egy kor határa mi alatt azt mondjátok, hogy abszolút nem való a fogyókúra? Hát ugye orvosok azt szoktuk mondani, hogy gyerekeket nem fogyókúráztatunk, hanem megvárjuk, míg belenőnek a súlyukba. Most ez nyilván nem igaz így szó szerint, mert van olyan, amikor kell a fogyókúra, de az, hogy egy fejlődő szervezetbe nagy éhezéssel beleavatkozik bárki, az nem oké, tehát az nagyon vékony jég. Most mondanám azt, hogy a szülői felelősség az itt óriási,
Én nem akarok minden túlsúlyos gyereket úgy beállítani, hogy ez a szülők felelőssége, hogy ő túlsúlyos lett, de nagyon nagy a szülők szerepe. Inkább az van, hogy mozogjanak, egészséges életmód, táplálkozzanak, és ott valahogy érezni kell, az függ az ivarérettségtől, függ a hormonoktól, függ az általános testi állapottól. Jó, csak azért kérdezem, mert hogy a fitness versenyek nem szűntek meg azóta, nem, is vannak, és azóta nem, is azt gondolom, hogy vannak olyan 11-12 éves lányok, akik igen, lehet, hogy a rizs csirkében. Igen, kell venni, hogy van az élsport, tehát hogyha valaki nyilván, nem tudom, én világéletemben vagy kicsiként fitness világbajnok akartam lenni, az élsport az soha nem az egészségről az szól, igen. Tehát hogy nem lehet olyan testzsír százalékot elérni, ráadásul nekem borzasztóan rossz az alkatom is ehhez, tehát nekem elég egy krémesre gondoljak és hízom, nem egy szerencsés testalkat vagyok, de hogy ez szerintem más az, amikor az élsportról beszélünk, vagy egy sportoló gyerekről, tínédzserről, akinek szerintem igenis oda kell figyelni, hogy egészségesen eszik, és nem a kakaós csigát, meg a nem tudom miket enni, meg más az, amikor egy normál gyerekről beszélünk, de szerintem azért ott sem árt, hogyha nem cukorral tömjük meg. Bár én mindig azt szoktam mondani a fiamnak, hogy a mértéken van a hangsúly, mert a kakaós csiga se rossz úgy alapvetően, csak persze, nem minden csak nap, nem csak a kakaós napi tízszer kakaós csigát kell enni. Én egyetlen egy ételt tiltok meg a pácienseimnek, a gyilkos galócát, a többi az. Ja, igen. Ez az egy, ami nem fér bele a végén. Jó lehet tőle fogni, de azt azért így zárszónak nyugodtan elmondhatjuk, hogy az első lépés az legyen, hogy kérjük ki egy szakértő, szakember véleményét. Tudjuk, hogy honnan indulunk, mert úgy legegyszerűbb és a legsikeresebb. Így van. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, további kellemes estét kívánok nektek, és kellemes estét kívánok a kedves nézőinknek is. Ennyi volt már az Ez így oké. A jövő hét kedden újra találkozunk egy újabb érdekes témával. Viszontlátásra!